Holmár Zoltán szintén érmegyűjtő történész mutatja be nekünk a gyűjteményt, kitérve a történelmi összefüggésekre, a múlt érdekes mozzanataira. A pengő általában ezüstből készült fémpénzt jelentett, amely kemény tárgyhoz ütve jellegzetes pengő hangot hallatott. Na, visszatekintünk a magyar papírpénz kibocsátás történetére. Az 1760-as évektől nyomon követnek minket, itt vannak a mindennapi életben a bankjegyek. Nem volt mindig az a szokás, hogy egy híres történelmi személynek a képe kerül fel ezekre a bankjegyekre. Például a Kossuth bankókon csak címlet, felirat, szöveg volt. Később jelenik majd meg az az egyetemes iskola, ha lehet így fogalmazni a bankjegyek kibocsátásában, hogy a kiegyezés után az osztrák-magyar forint bankjegyeken először szerepel képi ábrázolás, embert ábrázoló képek, tehát Ferenc József az akkori uralkodónak a profilja kerül fel például az egyforintos címletű bankjegyekre, de majd az 1892-ben bevezetett osztrák-magyar koronánál lesz az általános tendencia, hogy női modelleknek a képeit helyezik fel. Azért is nem történelmi személyeknek, mert egy dualista országról, dualista államról volt szó. Ha osztrák történelmi személyt raknak fel, a magyarok érdekeit sértik, ha a magyar történelmi személyt, akkor az osztrákot, hiszen ezeknek a bankjegyeknek az egyik oldala magyar, a másik meg német feliratú volt. Az első világháborút követően az akkor forgalomban lévő korona az infláció során értékét vesztette. A gazdasági stabilizáció részeként a pengő az elértéktelenedett koronát váltotta fel, kibocsátásakor 1 kiló arany értéke 3800 pengő volt, egy pengő 12500 koronát tett ki. Ha a pengő címletekre rátekintünk itt a két vitrínben, akkor vannak közöttük nagyon érdekes darabok is. Már iskolás tankönyvekben is láthattuk azt, hogy vannak azok a klasszikus fotók, hogy 1945-46 során az utcán seprik a pengőt, ugye elértéktelenedett, a hatalmas háborús károk, anyagi veszteségek, személyi veszteségek, az ország nemesfém tartalékainak a Ausztriába való elhurcolás, ezek mind-mind agyonvágták a magyar gazdaságot, és ez kihatott a fizetőeszközünkre is. Arra a fizetőeszközre, amikor a bevezetésekor az egyik legerősebb valutának számított Európában, ha csak mondjam az 1927-es árfolyamot, 1 font 27,8 pengővel volt egyenlő, 1 amerikai dollár 5,7 pengő volt, 1 német márka pedig 1,4 pengővel volt egyenlő, ami azt jelentette, hogy az egyik legerősebb valutaként kezdte meg a működését. Érdekességként érdemes kicsit kutatni a pengőn szereplő hölgyek kilétét illetően. Holmár Zoltán is megtette ezt, és olykor egészen hihetetlen és merőben romantikus történetek kerültek felszínre. A kiállítás egész novemberben megtekinthető a könyvtárban.